Az ötlet Olaszországból származik, ott látott hasonló kezdeményezést a tábor alapítója és főszervezője, Alföldi Albert. Így aztán a jubileumot ünneplő tábor résztvevői kaptak felkérést arra, hogy elkészítsék a különleges festményeket. Az alapötlet az annyiban az enyém, hogy Olaszországban ez már megtörtént egy pádovai iskolában, és ugye a családi beszélgetések kihozták azt, hogy de jó volna itt is megcsinálni. Aztán a fiam ugye megkérdezte a kollégákat, mert azért ez evidens, hogy csak úgy nem rontunk be sehova. Ők egyetértettek vele, és akkor egyszer csak ez az egész dolog megvalósult. Két beszélgető fejkendős nénike, a hajósi pincesor, egy erdőbe vezető út, vagy éppen egy balettterem belseje is feltűnik a színes iskolai falak között. Az eredeti elképzelés az volt, hogy az alkotótábor ideje alatt készüljenek el az egyedi ajtók. Ezt azonban körülményes lett volna megvalósítani. A lemezeket, ezeket a betéteket kitűttük egy hónapja, más hónappal ezelőtt a művészeknek, akik ezt megfestették, és akkor elhozták, és egy asztalos szépen beragasztotta, és akkor így néz ki ez az egész. Vasárnap a Szent Mise után átjött a nép ide, felemelő érzés volt. A festők szabad kezet kaptak, csupán az ajtók méretei voltak adottak. A látogatók is nagyon pozitívan álltak ehhez az ötlethez. Volt, aki vélte az anyukáját felismerni, meg egyáltalán ez a szépség megjelent az, hogy ez a mi iskolánk.